Választás. A 25 fős megyei közgyűlésben 18 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP. Felújítás. 270 millió forintból alakította ki új közösségi teret Nyírbátorban. Segítség. 500 hátrányos helyzetű nő munkába állását segíti egy Európai Uniós program. Kovács Ferenc maradt Nyíregyháza polgármestere, a szavazatok 52,8%-át kapta a megyeszékhely régi új vezetője. A Kölcsey televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Országos szinten a választó polgárok 48,5%-a jelent meg az urnák előtt és szavazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az átlag fölött teljesített, az érintettek 50,5%-a voksolt. A megyei közgyűlésben 18 kormánypárti képviselő ül majd, az ellenzéket pedig 7-en képviselik. A választás első óráiban még úgy tűnt, megdőlnek a részvételi adatok, de végül nem érte el az arány a 2006-os csúcsot. Országos szinten a választópolgárok 48,58%-a szavazott. 10 megyei jogú városban és 14 fővárosi kerületben is az ellenzék győzött a vasárnapi választáson, valamint a főpolgármesteri tisztet is Karácsony Gergely, közös ellenzéki jelölt nyerte. Nyíregyházán 96.317 fő szavazhatott, közülük 39.208 választópolgár jelent meg az urnák előtt, ez 40%-os részvételi arányt jelent. A kormánypárt jelöltje, a leadott érvényes voksok 52,84%-át kapta. A szövetségben Nyíregyházáért jelöltje, Jeszenszky András pedig a szavazatok 47,16%-át. Így Kovács Ferenc a harmadik ciklusát kezdi, mint a megyeszékhely polgármestere. A várakozásainkhoz képest mi jobbat vártunk az elmúlt 5 év alapján, viszont az országos helyzethez viszonyítjuk, akkor ez egy nagyon komoly eredmény. De a lényeg a következő, megnyertük ezt a választást is. A polgármester mellett a 21 tagú testületben úgy néz ki, hogy 12 képviselőnk lesz, tehát megvan a többségünk is, amire nagy szükség is van, hiszen itt Nyíregyházán rengeteg tennivaló van, rengeteg fejlesztési program van előkészítés alatt folyamatban, és szeretnénk azt folytatni, amit az elmúlt 2 ciklusban végeztünk, hogy Nyíregyházát méltó helyre, egy olyan fejlődési pályára, én azt gondolom már állítottuk, de ott tartsuk, ami a jövő szempontjából minden városlakónak a legfontosabb. A nyíregyházi képviselőtestület összetétele változott az előző ciklushoz képest. 12 kormánypárti és 9 ellenzéki jelölt került be a városi közgyűlésbe. A jogosultak több mint 54%-a, összesen 195.539 fő szavazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati képviselőkről. Nagyon örömteli hír ez, hiszen sokáig sajnos az volt a jellemző kép, hogy alacsonyabb volt a megyei részvételi arány az országosnál, de az utóbbi néhány választáson jellemzően már az országos átlag fölött teljesítettünk, most pedig jóval az országos átlag fölött. De mondjuk abban annyiban igaz a tendencia, hogy vidéki településeken mindenhol magasabb volt a részvétel, mint akár az Európai Uniós választáson, tehát jobban szereplünk, de az országos trend is erre irányult, hogy alacsony, magasabb volt a vidéki részvétel. Mindenféleképpen nagyobb legitimációt ad a majdani megyei közgyűlésnek, polgármester kollégáknak ez a magas részvételi arány. A 25 fős megyei közgyűlésben 18 mandátumot nyert a Fidesz-KDNP, 3 mandátumot a Jobbik Magyarországért mozgalom és a Momentum mozgalom közösen, 2 képviselőt küldhet a Magyar Szocialista Párt, 1 fővel vesz részt a szabolcsi közgyűlésben a Demokratikus Koalíció, illetve szintén 1 fővel az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2. számú választókerületben 46% körüli volt átlagosan a részvételi arány. Ez ebben a térségben jó eredménynek számít, közölte Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A legnagyobb település ennek a választókerületnek Tiszavasvárja, amely 10.000 fő fölötti, 13.220-an lakják, és 1 évvel ezelőtt időközi választáson sikerült elhódítani a Jobbiktól, és jelentem, megtartottuk ezt a várost, hiszen Szőke Zoltán, Fidesz-KDNP-s polgármester fölénnyel nyert.
A megyében több településen is változást hozott az önkormányzati választás eredménye. Többek között új polgármestere lett például Tisza Esztlárnak. Vajda László független jelölt irányítja ezen túl a települést. Rakamaznak is független polgármestere lett. Bodnár László az érvényes szavazatok több mint 80%-át gyűjtötte össze vasárnap. Nagykállóban jóval szorosabb volt a választás, végül 45%-kal nyert a független jelölt Horváth Tibor, a település korábbi alpolgármestere. Demecserben Rátkai Sándor függetlenként vezeti ezentúl a várost. Kocsordon a 2016-os időközi választáson a Jobbik jelöltje, Földi István nyert. A vasárnapi önkormányzati választáson szintén őt indította a párt, de végül Bakos Róbert független jelölt gyűjtötte össze a szavazatok legnagyobb részét. Újfehértón a Fidesz-KDNP jelöltje, Hosszú József nyerte a választást. A szavazatok több mint 56%-át gyűjtötte össze, amíg a korábbi polgármester, Nagy Sándor a Voksok 39%-át kapta. Több mint 270 millió forintos beruházásnak köszönhetően új közösségi térrel gazdagodott Nyírbátor. A régi kettes iskola épületében a felújítás követően civil szervezetek és sportegyesületek kaptak otthont. Elkészült egy ifjúsági szórakoztató központ, valamint a tervek szerint jövőre kihelyezett egyetemi képzés indul az épületben. A Bátori Gimnázium régi épülete általános iskolaként, majd kistérségi központként funkcionált, aztán jó ideig üresen állt. Az önkormányzat két Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 72 millió forinthoz jutott, amit 200 millió forinttal egészített ki saját forrásból. A felújítás célja egy olyan közösségi tér létrehozása volt, amelyben civil szervezetek, sportegyesületek találnak új otthonra, valamint családok és fiatalok tölthetik el kulturált körülmények között szabad idejüket. Az Asztali Tenisz Sportegyesület már évek óta használja a régi iskola tornatermét és bizonyos termeit. Ők egy fejlesztéssel, egy bővítéssel tovább tudnak fejlődni egy másik program keretében. Új otthonra lehet itt a Bátor Karate Sportegyesület, akiknek nagyon komoly eredményeik voltak az elmúlt években, de igazi otthonuk nem volt, és végre sikerült egy igazi termet kialakítani számukra. És emellett rengeteg olyan funkció van, itt nyugdíjas klubok, civil szervezetek, kulturális egyesületek kapnak olyan-olyan helyeket, ahol próbálni, különböző programokat csinálni, közösségi élményt tudnak igazából szerezni, és hát a régi pince, Légó pincében pedig a fiataloknak szóló, igazi szórakozó kikapcsolódási lehetőséget nyújtó központ alakult ki, bowlinggal, biliárddal, koncertteremmel, szóval minden olyannal, ami a mai fiatal generációnak szükséges. És talán még egy fontos dolog, amit ki kell emelni, hogy a régi iskolaudvar, amit a város központjában egy zárt helyen van, játszótérre, különböző egyéb kiegészítő elemekkel, egy igazi családi központtá tette ezt az egész létesítményt. Mivel a városban számos nagy cég működik, amelyeknek szükségük van fiatal diplomás szakemberekre, a tervek szerint a jövő évtől kihelyezett egyetemi képzés indul Nyírbátorban, az új közösségi központban. 500 hátrányos helyzetű nő munkába állását segíti egy Európai Uniós program a Nyírségben. A közel 200 millió forintos projekt a Nyírségi Nőközpont létrehozása és működtetése címet kapta. Az OK és képzések során olyan hiányszakmákat sajátíthatnak el a program résztvevői, mint a szociális gondozó vagy a gyakorló ápoló. Polgármesterek és szociális szakemberek részére szerveztek előadásokat, többek között a felzárkózás és a családpolitika témakörében Máté Szalkán. A szakmai konferenciát a Nyírségi Nőközpont létrehozása és működtetése című EFOP-os pályázat keretein belül tartották meg. A projekt célja, hogy tapasztalatokat cseréljenek a szakemberek, és könnyed beszélgetésekkel példát mutassanak a vidéki, hátrányos helyzetű nőknek és férfiaknak egyaránt. Megpróbálunk sikeres női életutakat bemutatni, annak érdekében, hogy a szakembereink, akár a polgármesterek, intézményvezetők muníciót szerezzenek, ahhoz kapjanak ahhoz, hogy meggyőzzék a hátrányos helyzetű nőket, hogy igenis lehet ezt csinálni a család mellett, lehet karriert építeni, és egy harmonikus családi életet létrehozni. A projekt elsődleges célkitűzése a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerőpiacra való gyorsabb visszatérés segítése. A polgármester szerint Máté Szalkán évről évre jobbak ezek a mutatószámok. 5-6 évvel ezelőtt itt közel 10%-os munkanélküliségről számolhattunk be. Épp ezért nagyon fontos volt az utóbbi időben, hogy
kiváló kapcsolatot építsünk ki munkáltatókkal, hogy folyamatosan tudjuk segíteni azokat a programokat, munkaerőpiaci programokat, amelyeket indítanak, illetve a létszámfeltöltési munkaerőpiaci problémáikra tudjunk választ adni. A helyzet az most Mátészalkán, hogy gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy a munkanélküliség, mint jelenség, az megszűnőben van, hiszen alig éri el a 3%-ot a munkanélküliség jelenleg Mátészalkán. Ha ebből a még dolgozó közfoglalkoztatottak létszámát levesszük, akkor nem éri el az 1%-ot. Ezzel párhuzamosan pedig megjelent a munkaerőhiány is. Ez vonatkozik a segéd és szakmunkásokra, de a diplomásokra is. Ennek a problémának a megoldásában is segítettek a szakmai konferencia előadásai. A magyar kormánynak talán a legfontosabb hitvallása, hogy megerősített családokra, azokból akarja fölépíteni a nemzetet, és nyilvánvaló, hogy a családok egyik legfontosabb tartó pillére az édesanyja, a nő, vagy éppenséggel a nagymama. Ebből a szempontból különösen fontos, hogy azt a nehéz egyensúlyt, ami a munka és a magánélet között húzódik, ezt segítsünk megteremteni a hölgyek, anyák számára. Fontos az is, hogy a gyermekvállalást követően megtalálják a visszautat a munkavilágába egy megváltozott élethelyzetben. A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár hozzátette, ehhez a kormány igyekszik minden segítséget megadni különböző családtámogatásokkal, valamint a család és karrierpont hálózatok működtetésével. Halálos baleset történt vasárnap este Nyíregyházán. Eddig tisztázatlan körülmények között egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó és egy személygépkocsi ütközött össze a Pazonyi úton. A baleset következtében a gépkocsiban utazó 31 éves nő a helyszínen életét vesztette. További 3 sérültet kórházba vittek. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Különleges galambokat, háztáji madarakat és nyulakat is láthattak az érdeklődők hétvégén Mátészalkán. A járásszékhelyen 30 év után első alkalommal rendezték meg a szatmári kisállatkiállítást. Nagyváradról és Szatmárnémetiből is érkeztek tenyésztők, így összesen közel 400 kisállatot láthattak az érdeklődők. Sarka Béla, a Mátészalkai Postagalamb Sportegyesület elnöke idén nyáron azzal a kéréssel fordult Mátészalka polgármesteréhez, hogy 30 év után ismét szeretnének kisállatkiállítást rendezni a városban. Az egész hétvégés program célja, hogy a fiatalok testközelből is megismerkedjenek a galambokkal és a ház körüli kisállatokkal. A mai digitalizált világban, amikor a gyermekek is nagyon sokan az interneten tájékozódnak, akkor talán jó egy ilyen alkalom, amikor díszgalambokat, versenypostagalambokat, különféle házi állatokat nézhetnek meg, és testközelből megcsodálhatják őket. Így nem csak az interneten keresztül szerezhetnek ismeretet, és reméljük azt, hogy ezek az állatok megragadják a gyermekek érdeklődését, és lesznek közöttük olyanok, akik fontosnak tartják majd, hogy nekik is legyen saját házi állatuk, vagy esetleg kisállatuk, amelyről gondoskodhatnak. A fiatalok közül sokan most először láttak igazi postagalambot, amelyet a 10 évvel ezelőtt alakult Mátészalkai Postagalamb Egyesület állított ki. Ők baromfi és nyúltenyésztők bevonásával hozták létre a kisállat kiállítást, amelyen több mint 30 féle, összesen közel 400 állatot láthatott a közönség. Általában a legértékesebbek a díszgalambok szoktak lenni, annak is egy speciális fajtái, például a komáromi bokók, nagyon nehéz a tenyésztésük, dajkagalambok kellenek, nem tudja a saját fiókáját már felnevelni, a rajzuk nehéz tenyészteni, a szint, ezért ők nagyon drágák, illetve hát a versenypostagalambok, amelyek nagyon jó eredményt érnek el, ők szintén elég sokba kerülnek, és hogy az árakról egy picit, a nem drága galamb az 10.000 forint körül van, és a többi pedig a csillagoség, tehát akár 100.000 forintos is lehet darabonkénti ára. A tombolán nem csak értékes ajándéktárgyakat, hanem az ország egyik leggyorsabb állományából több mint 50 postagalambot is nyerhettek a szerencsés kiállítás látogatók. Együttműködési megállapodás kötött a Nyíregyház Egyetem és a Nyíregyháza Spartacus. A futballklub 200 hallgatónak biztosít majd gyakorlati helyet. Emellett közös kutatásokat is végeznek, és egymás létesítményeit is használhatják majd az együttműködő felek.
A Nyíregyháza Spartacus és a Nyíregyházi Egyetem szomszédai egymásnak, a jövőben pedig még szorosabban kötődik majd egymáshoz a futballklub és az oktatási intézmény. Az egyetemen mintegy 200 hallgató tanul sport és rekreáció alapszakon, illetve edzőszakon, az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a jövőben a diákok számára a Spari biztosítja majd a gyakorlati helyet. Egyrészt egy olyan terepre mennek ki, ahol nagyon jó gyakorlati ismereteket szereznek, de hát ezen túlmutat a most megkötött együttműködési megállapodás, mert kívánunk közös kutatásokban részt venni, egymás épületeit kívánjuk egymás szolgálatába helyezni, a beiskolázási programunkban is közösen fogunk részt venni, és a közös akár képzési kínálatunk bővítésében is aktív szerepet várunk az akadémiától. Németh Károly arról beszélt, hogy a Bozsik Akadémiánál igyekeznek a fiatalokat felkészíteni a futball utáni életre is, és azoknak is perspektívát szeretnének kínálni, akikből nem lesz profi labdarúgó. A középiskolát befejező labdarúgóink, akik az akadémiáról kiöregednek, azoknak próbáljuk azt a rétegét, akik a felsőoktatásba szeretnének tovább tanulni, e felé irányítani, főleg azokat a srácokat, akik a sportszakirány felé orientálódnak, és itt van lehetőségük testnevelői tanári szakra, akkor sportrekreációs szakra, edzői szakra jelentkezni, és mellette pedig nem kell abba hagyniuk a futballt, hiszen a Spari 2 csapatot azért hoztuk létre ebbe az évbe, hogy a fiatalok az átmenetet képezhessék az ifi és a felnőtt kor között, és ott bizonyíthassák, hogy esetleg egy vagy két évet még, ha ráhúznak, akkor bekerülhetnek a felnőtt csapatba. A kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. A Nyíregyházi Egyetem rektora elmondta, hogy a jelenlegi labdarúgó és úszóedzői szak kiegészül a kosárlabdával, és a következő évtől meghirdetik ezek angol nyelvű képzését is. Győzelemmel kezdte a szezont a női amatőr NB1 zöld csoportjában a Nyíregyházi Kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az Elte Fortis csapatát verte 89-63-ra. Az NKS legközelebb a Kislenke Kosárlabda Akadémia otthonában lép pályára. Duplán debütált szombaton az NKS, egyrészt szezonbeli első bajnoki meccsét játszott a nyíregyházi csapat, másrészt először lépett pályára a zöld csoportban Farkasinszki Gyuláni együttese. Az első negyed szorosan alakult, a hazaiak 3 pontos előnyt szereztek, amelyből egyet a nagyszünetig ledolgoztak az egyetemisták. A harmadik negyedben aztán nyílni kezdett az olló, a Farkasinszki orsolya Borza Laura és Karakó Dorina által vezérelt házigazda 9 pontos vezetésnél vágott neki a záró 10 percnek. A fáradó vendégekkel szemben további 17 pontot tett hozzá előnyéhez a kosársuli, amely végül magabiztos győzelemmel zárt a mérkőzést. A csapatkapitány szerint az is benne volt a döcögős kezdésben, hogy a felnőtt csapat 6 hete játszott legutóbb mérkőzést. A junioroknak ugye van a bajnokságuk, de alapvetően ugye 5-en vagyunk, akik a NB1-ben tudnak csak szerepelni idén. Szerettünk volna edzőmérkőzést játszani, de ugye a többieknek miután megvannak a mérkőzéseik, így nekik ez már sok lett volna, úgyhogy az előző hétvégét a mérkőzés az ugye elmaradt, úgyhogy igen, ez így most október közepén sikerült elkezdenünk a bajnokságot győzelemmel, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog. A végül 25 pontig és 17 lepattanóig jutó Farkasinszki orsolya közel egy év kihagyás után szerepelt ismét bajnoki meccsen. Egy kicsit másik szerepet is töltök be, mint akár 2-3 éve, amikor ugye még a szülés előtt kosárlabdáztam. Ez mindemellett azt gondolom, hogy nagyon tehetségesek a fiatalok, és egyébként egy nagyon jó társaságot alkotunk. Lehet, hogy kicsit érdekesen hangzik, de azt gondolom, hogy le tudok süllyedni az ő szintjükre, tehát tudok én is gyerek lenni, mint azt gondolom minden felnőtt, úgyhogy azt gondolom, nagyon jól megértjük egymást. Ez alapvetően a pályán is kiszokott jönni, nyilván egy kicsit össze kell még szoktunk, mert valóban ilyen felállásban még sosem játszottunk, de előttünk a jövő. A nyíregyházi kosársuli legközelebb október 20-án lép pályára, akkor Budapesten a Kislenke Kosárlabda Akadémia vendégei lesznek Farkasinszkijék. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Kovács Ferenc Parat nyíregyháza polgármestere a szavazatok 52,8%-át kapta a megyeszékhely régi új vezetője. Országos szinten a választópolgárok 48,5%-a jelent meg az urnák előtt és szavazott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az átlag fölött teljesített, az érintettek 50,5%-a voksolt. A megyei közgyűlésben 18 kormánypárti képviselő ül majd, az ellenzéket pedig 7-en képviselik.
Több mint 270 millió forintos beruházásnak köszönhetően új közösségi térrel gazdagodott Nyírbátor. A régi kettes iskola épületében a felújítás követően civil szervezetek és sportegyesületek kaptak otthont. Elkészült egy ifjúsági szórakoztatóközpont, valamint a tervek szerint jövőre kihelyezett egyetemi képzés indul az épületben. 500 hátrányos helyzetű nő munkába állását segíti egy Európai Uniós program a Nyírségben. A közel 200 millió forintos projekt a Nyírségi Nőközpont létrehozása és működtetése címet kapta. Az OK és képzések során olyan hiányszakmákat sajátíthatnak el a program résztvevői, mint a szociális gondozó vagy a gyakorló ápoló. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 14-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Este fátyol felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, és éjszaka köd is képződhet, csapadék nem várható. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Kedden derült napos idő várható, csapadék nélkül, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán egy gyenge hideg front vonul át felettünk, ami komolyabb csapadékot nem, de pár fokos lehűlést azért hoz majd magával. A front átvonulása után hétvégéig még folytatódik a csendes őszi idő, de a nappali felmelegedés mértéke 1-2 fokkal alacsonyabb lesz a mainál. A hét legvégén változékonyabbra fordul az idő, több lesz felettünk a felhő, és már esőre, záporokra is számíthatunk.